Magyarország mára Európa egyik legbiztonságosabb országává vált, ezt mondta Orbán Viktor a tisztavatási ünnepségen a várban. Nem hallgatnak a fegyverek Ukrajnában, helyi források szerint az oroszok foszforbombákat dobtak az egyik szigetre. Migránsbandák lövöldöztek egymásra a magyar határhoz közeli szabadkai erdőben, halottak is vannak, a gyilkosokat rendőrök és katonák keresik. Totális a káosz Európa repterein, kevés a dolgozó, az alacsony bérek miatt pedig sokan sztrájkolnak. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en is a Dunán Józsanát vagyok. Magyarország mára Európa egyik legbiztonságosabb országává, Budapest pedig a legbiztonságosabb fővárosává vált, ezt mondta Orbán Viktor a Budai Várban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. A miniszterelnök beszédében az állam legfontosabb feladatának a közrendvédelmét nevezte meg. A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború azt mutatja, hogy fel kell készülni az új korszak kihívásaira. Hozzátette, magyaroknak szükségük van a hazára, mert a haza véd meg minden bajtól és veszélytől. Díszmenetben érkeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének végzős hallgatói a Kapisztrán téren tartott tisztavató ünnepségre. Majd a történelmi díszegység ünnepélyesen bevonult a Szent Korona másolatával és a történelmi zászlókkal. 144 tisztjelöltet ünnepélyesen fogadalmat, felesküdtek rá, hogy akár életük árán is megvédik hazájukat. Sokan közülük már gyermekkoruk óta készülnek a rendvédelmi pályára. Máshol nincs ilyen lehetőség, és úgy gondoltam, hogy az egyetem által is kínált lehetőségeket ki kell használni. És már gyerekkorom óta rendőr szeretnék lenni, úgyhogy tényleg egyenes volt az út. Önök nem csak szakmát, de szolgálatot és hivatást is választottak. Orbán Viktor köszöntötte a tisztjelölteket, családjaikat és oktatóikat. A miniszterelnök azt mondta, az ország, a nemzet csak akkor maradhat fenn, ha a következő nemzedék megérti, hogy miért érdemes szeretni és szolgálni a hazát. A kormányfő hangsúlyozta, nekünk magyaroknak szükségünk van a hazánkra, mert a haza véd meg bennünket minden bajtól és veszélytől, különösen akkor, amikor migránsok százezerei ostromolják Magyarország határait, Nyugat-Európa nagyvárosait terrortámadások rázzák meg, két évig halálos vírus fenyegetett bennünket, és most háború tört ki a szomszédunkban. Erősnek, felkészültnek és egységesnek kell lennünk, mert a közösségünkre leselkedő veszélyeket csak így leszünk képesek elhárítani, a magyar emberek békéjét és biztonságát csak így tudjuk megvédeni. Amíg erő, felkészültség és egység van, addig mindig lesz erős Magyarország is. Orbán Viktor hangsúlyozta, az a kormányzat, amelyik nem képes szavatolni az élet és a vagyon biztonságát, elveszíti a jogot, hogy a polgároktól együttműködést várjon. Emlékeztetett, voltak olyan idők, amikor félkatonai szervezetek masíroztak az utcákon, és magyar állampolgárok ellen hajtottak végre sorozatgyilkosságokat. Ma azonban már más idők járnak, harmadára csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon. Tavaly rekordot döntöttünk, a rendszerváltás, vagyis 30 év óta 2021-ben követték el Magyarországon a legkevesebb bűncselekményt. Közös munkánk eredményeként mára Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országává, Budapest pedig az egyik legbiztonságosabb fővárosává vált. Érdemes ezt megbecsülni, mert a következő évtizedekben egy ország rendezettsége és biztonsága lesz a legnagyobb előny a nemzetközi versenyben. A biztonság árfolyama folyamatosan emelkedik, a rend és a biztonság Magyarország legkeményebb valutája. Orbán Viktor aláhúzta, a szomszédunkban zajló háború azt mutatja, hogy Magyarországnak fel kell készülnie az új korszak kihívásaira. A miniszterelnök biztosította a tiszteket arról, hogy az anyagi fedezet rendelkezésre áll, aminek segítségével tovább emelik a rendészeti állomány megbecsültségét, felszereltségét, képességét és felkészültségi szintjét is.
Az ukrán hadsereg felvételei szerint az orosz erők foszforbombákat dobtak a Fekete-tengerben található Kígyó-szigetre. Az orosz csapatok csütörtökön hagyták el a stratégiailag fontos szigetet, így némileg csökkent Odessa és más ukrán kikötőváros fenyegetettsége. Moszkva azt állítja, kivonulásával bizonyítja, hogy nem gátolja az ukrán gamonával teli hajók mozgását. Kijev szerint azonban támadásaikkal űzték ki az oroszokat a szigetről. Amerikát és Európát is belesodorná az ukrajnai háborúba Soros György fia. Erről írt az Origo. A tőzsdespekuláns fia egyebek mellett arról beszélt, a nyugati hatalmaknak végre túl kellene lépniük az orosz atomfegyverekkel szembeni félelmükön, és akkor megvalósulhatna egy a délszláv háborúhoz hasonló katonai beavatkozás Ukrajnában is. Abszolút győzelem nélkül nem lesz igazság, és most az a fontos, hogy kifagy meg előbb, mert nem hiszem, hogy a két fél között lehetséges lenne a tárgyalás. Így értékelte az orosz-ukrán háborút Alexander Soros egy a nyílt társadalom alapítványok által finanszírozott szervezet fórumán. Vagyis Soros György fia szerint a háborút csak az egyik fél totális győzelmével lehet lezárni a tárgyalás helyett. Amire február 24-e vagy 25-e előtt azt mondtuk, hogy nem tesszük meg, már megtettük. Szankciók és fegyverszállítások vannak, amelyek megváltoztatják a dolgokat. Németország már nem pacifista, Svédország már nem semleges. De úgy látom, hogy a nyugat csak ennyi áldozatra hajlandó, folytatta Alexander Soros, aki előrelépésnek tartja a nyugati szankciókat és a fegyverszállításokat, de szerinte ennél több kell. A Soros Birodalom várható örököse a nyugat aktívabb fellépését sürgette, annak ellenére is, hogy Oroszországnak atomfegyverei vannak. Azt mondják, hajlandóak vagyunk harcolni Ukrajnáért. Igen, az utolsó ukránig. Én azt mondom, mindannyiunknak küzdeni kell, és le kell győznünk a nukleáris fegyverek miatt érzett feszélyezettségünket. Ha a nyugat túllépne az atomfegyverek miatt érzett félelmén, a spekuláns fia szerint akkor egy olyan beavatkozás is elképzelhető lenne, mint amilyen a délszláv háborúban történt. Vagyis Alexander Soros szerint a nyugati országoknak katonákkal kellene részt vennie a háborúban. Soros György fia háborúpárti előadást tartott és háborúba sodorná Amerikát és Európát. Erről írt az Origo. A portál szerint Alexander Soros a jelenleginél nagyobb nyugati szerepvállalást akar, és bírálta, hogy az USA, valamint az európai országok nem segítenek katonákkal is Ukrajnának. A külkapcsolati tanács, ahol Alexander Soros elmondta gondolatait, a Soros hálózat egyik fontos háttéremberekből álló fóruma, írja a Magyar Nemzet. A lap szerint ezeken a találkozókon időnként magyar tagok, például Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára is képviseltetik magukat, és Soros György is rendszeresen mond ott beszédeket. Nem a mostani az első, amikor a Soros dinasztia tagjai háborúpárti nézeteiket hangoztatják. Soros György májusban a Davoszi Világgazdasági Fórumon nevezte a szabad világ megőrzéséhez elengedhetetlennek Vlagyimir Putyin bukását, illetve állította be a nyílt és zárt társadalmak küzdelmeként az ukrajnai háborút. Nem sokkal korábban pedig egyik kedvenc szócsövén a Project Syndicate portálon keresztül képviselt militarista álláspontot, amikor vadászgépek szállítását sürgette Ukrajnába, és a harmadik világháború kitörését vizionálta. Adót vet neki minden gázfogyasztóra a német kormány, értesült a Reuters hírügynökség, amely úgy tudja, hogy a bevételből támogatnák az egyre komolyabb bajban lévő energetikai cégeket, vagyis úgy csökkentenék a szolgáltatók veszteségét, hogy a lakosságnak még az eddiginél is többet kellene fizetnie a gázért, amelyből így is egyre kevesebb van. Múlt hét óta csak a korábbi mennyiség fele érkezik Oroszországból az északi áramlat vezetéken, amelyet hamarosan teljesen lezárnak. A múlt héten hirdették ki Németországban a földgázellátási válsághelyzet riasztási fokozatát, miután az északi áramlat gázvezetéken keresztül a felére csökkentek a szállítások Oroszországból. A Gazprom technikai fennakadásokra hivatkozott. A helyzetet tovább nehezíti, hogy július 11-től a tervek szerint 10 napra javítási munkálatok miatt a Gazprom teljesen leállítja Európa gázellátását az északi áramlaton keresztül. A német gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter emiatt már korábban aggodalmát fejezte ki.
Az eddigiek alapján nem lenne olyan meglepő, ha a karbantartás során valami apró műszaki hibát találnának, és közölnék, hogy nem tudják újra bekapcsolni a rendszert. Ebből a szempontból a helyzet mindenképpen feszült, mondta Robert Habeck. Elemzők szerint, ha az orosz gázszállítás nem áll helyre, télre komoly bajba kerülhet Németország, ugyanis képtelenek lesznek feltölteni a tárolóikat. Éppen emiatt a német kormány ismét arra kérte a vállalatokat és a háztartásokat, hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsék a gázfogyasztást. Ráadásul a Reuters hírügynökség értesülései szerint a német kormány azt tervezi, hogy különadót vet neki minden gázfogyasztóra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gázválság pluszkiadásait áthárítják a lakosságra. A földgáz ára így is drágább lesz a fogyasztóknak, de az elképzelés szerint csökkennének az energiacégek veszteségei. Becslések szerint egy németországi háztartásnak a jelenlegi árak mellett már így is évi 1-2 ezer euró, vagyis akár 800 ezer forintnyi többletköltséggel kell számolnia. A javaslatot várhatóan jövő héten már a német parlament tárgyalja. Halottja és több súlyos sérültje van egy reggeli migráns leszámolásnak Szabadkán. A rendőrök és a katonák lezárták a maghetesi erdő környékét, és csak golyóálló mellényben közlekednek, ugyanis a felfegyverzett migránsokat még nem sikerült elfogni. A helyszínen van tudósítónk, Mészáros György, szervusz. Lehet már tudni, hogy mi váltotta ki a két banda közti leszámolást? Köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! Nos, nem hivatalos információk szerint állítólag két szembenálló migráns banda, tehát egy pakisztáni és egy afganisztáni támadt egymásra, tehát tűzfegyverrel. Ezt most már a rendőrség is megerősítette, hogy fegyveres leszámolás történt, és ezt az információt kaptuk a Szabadkai Közkórházból is, ahol hat ugye olyan migránst láttak el súlyos sérülésekkel, akik tűzfegyverrel okozott sérüléseket szenvedtek el, és köztük a legsúlyosabb állapotban egy 16 éves migráns kislány van, mert itt a maghetesi erdőben családos migránsok is vannak, akik megpróbálnak átjutni a magyar határkerítésen, és egy halottról tudunk eddig, ezt erősítették meg a Szabadkai Közkórházban. Ezekben a pillanatokban, pontosabban néhány perccel ezelőtt érkezett meg ide a helyszínre Alexander Vulin, szerb belügyminiszter, aki jelenleg az erdőben tartózkodik, és megtekinti a rendőrök akcióját. A rendőrök golyóálló mellényben vannak továbbra is, mert állítólag, ezt is a rendőrök közül mondta az egyik, hogy rájuk lőttek a felfegyverzett migránsok, akik közül egy csoport van még szökésben, ezeket próbálják most utolérni, és mivel rájuk lőttek a rendőrök, állítólag tűzparancsot is kaptak a csendőrség tagjai, hogy amennyiben ismét rájuk lőnek, akkor viszonozzák a tüzet. Egyébként 11 óra magasságában a szerbiai csendőrség hosszú menetoszlopa érkezett meg, és több száz csendőr lehet köztük, akik most gyakorlatilag az egész maghetesi erdőt átfésülik. Egyébként Alexander Vulin kíséretében újabb csendőri egységek érkeztek ide, köztük már kutyás csendőrök is, úgyhogy minden bizonnyal el fogják kapni a felfegyverzett migránsokat, illetve valamennyit begyűjtenek, akik a maghetesi erdő területén tartózkodnak, és el fogják őket szállítani, illetve akik részt vettek a fegyveres incidensben, a fegyveres leszámolásban, azokat letartóztatják, bíróság elé állítják, és az is fennáll, hogy őket valószínűleg kitoloncolják az országból. Tehát nem lesz Szerbia többé annyira toleráns, tehát az ilyen migránsokat, akik ilyen összetűzésekben vesznek részt, valószínűleg a legfrissebb információk szerint ki fogják toloncolni az országból, nem pedig migráns központok elszállásolni. Mészáros György, köszönjük! Újabb bevándorlók vesztették életüket az Egyesült Államokban, Texasban. A határőrök elől menekülő embercsempész autója lecsúszott az útról, és egy parkoló kamionba csapódott, négyen vesztették életüket. A baleset pár nappal a San Antonio-i tragédia után történt, ott 51 ember halt meg egy tűzőnapon hagyott kamion rakterében. A texasi kormányzó Joe Biden elnököt hibáztatja a történtekért. Halálos közlekedési balesetnél helyszínelnek a texasi hatóságok. A felvételek csütörtökön készültek, azután, hogy a határőrök elől menekülve egy terepjáró belecsapódott egy parkoló kamionba. Az autóban ülő 7 ember közül 4-en meghaltak, mint kiderült, valamennyien illegális bevándorlók voltak.
Az autós üldözés a határtól északra felállított ellenőrzőpontnál kezdődött, és itt ért véget a város szélén. A balesetben többen életüket vesztették, az ügyben nyomozás indult, mondta a járőrszolgálatot vezető rendőrtiszt. A hatóságok azt is közölték, a járművet vezető embercsempészt és két másik embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset 3 nappal azután történt, hogy az innen kevesebb mint 200 kilométerre fekvő San Antonio határában 46 migráns holttestét fedezték fel egy elhagyott kamion rakterében. A járműre egy félreeső úton talált rá egy munkás, aki hangokat hallott a tűzőnapon álló utánfutóból. A hatóságok a raktérben további 16, még eszméleténél lévő ember találtak. Közülük 5-en azóta életüket vesztették a hőség és a kiszáradás okozta károsodások következtében. A térségben aznap 39 fok feletti hőmérsékletet mértek. A halálkamion ügye óriási felháborodást okozott, különösen miután kiderült, hogy a jármű rakterét nem ellenőrizték az amerikai-mexikói határon. A texasi kormányzó a migráció megfékezésére felállított ellenőrzőpontok számának növelését ígérte. Greg Abbott szerint óriási felelősség terheli a Biden kormányzatot, amiért nem tartatja be a Donald Trump elnöksége alatt született és ma is hatályos jogszabályokat. Sok ilyen haláleset megelőzhető lett volna, ha Biden elnök teljes mértékben finanszírozza az amerikai határőrség műveleteit, és végrehajtja azokat az irányelveket, amelyekre szükség van a munka elvégzéséhez. Ez a munka pedig a határvédelme és az olyan járművek átvizsgálása, mint amelyik az áldozatokat is szállította, mondta a republikánus kormányzó. Joe Biden kormányának hivatalba lépése óta minden korábbinál többen próbálnak meg illegálisan az Egyesült Államokba jutni. A héten bekövetkezett mindkét tragédia az egyik legforgalmasabb embercsempész útvonalon történt. Texasban drámaian erősödik a migráció, csak májusban több mint 240 ezer esetben intézkedtek a határőrök a délnyugati határszakaszon. Tüntetők megrohamozták a líbiai parlament épületét, majd gyújtogatni kezdtek, komoly károkat okoztak az irodákban, gyűléstermekben. A demonstrálók a kormány lemondását, illetve mielőbbi parlamenti és elnökválasztások kiírását követelték, és arra szólították fel a vezetőket, hogy vonják ki a zsoldosokat és egyéb idegen csapatokat az országból. A fővárosban, Tripoliban is százak tüntettek a helyi milíciák és vezető politikusok ellen. Nehéz helyzetben vannak a vendéglátóhelyek Csehországban a magas infláció miatt. Éves szinten 16%-kal nőttek az árak az országban, erre csak nem 30 éve nem volt példa. Drágultak a bérleti díjak, az üzemeltetési költségek is emelkednek, ráadásul egyre kevesebb a vendég. Prágában még könnyebben veszik az akadályokat, de a kis településeken egyre több söröző zár be végleg. Unatkozva könyököl a pulton a csapos a csehországi Szecs nevű falu kocsmájában. Jó lehet, a csehek hosszú évek óta vezetik az egyfőre jutó sörfogyasztás világranglistáját, a kis település sörözőjében mostanában alig lézeng egy-egy vendég. Az önkormányzat új tulajdonost keres, aki meg tudná menteni a bezárástól az egykor virágzó vendéglátóhelyet. Az árak egyre csak emelkednek, ezért az emberek már nem nagyon járnak a kocsmába. Pedig néhány éve ez volt az egyik fő találkozóhely, hétvégenként be sem fértek a vendégek, mondja a polgármester. A délnyugat csehországi Mislovicében valamivel jobb a helyzet. A kocsmát még a koronavírus járvány kitörése előtt kedvező feltételekkel vette át az új tulajdonos. A törzs vendégek egy része hűséges maradt, annak ellenére, hogy már itt is többet kell fizetni a sörért. Szerencsére az önkormányzat csak jelképes összegű bérleti díjat kér, de a fenntartás sokba kerül. A villanyszámla szinte havonta drágul, mondta a tulajdonos. Ez a kocsma bekerült az egyik legnagyobb hazai sörgyártó cég által indított programba is, amely a cseh sörfogyasztási szokások életben tartását tűzte ki célul. Úgy véljük, minden faluban jelen van a hagyományos háromszög, a templom, a kocsma és a helyi fociklub. Az emberek leginkább itt találkoznak, ezek a helyek segítenek egyben tartani a közösséget, ezért is döntöttünk úgy, hogy támogatást nyújtunk a falusi kocsmáknak, magyarázta a cég szóvivője.
Az évek óta futó program ellenére Csehországban az 5000 lelkesnél kisebb településeken a sörözők 12%-a mostanra bezárt. Az elhúzódó járvány okozta bevételkiesés után az infláció adta meg a kegyelemdöfést. Megugrott az üzemeltetési költség, ráadásul az emberek is ritkábban ülnek be egy italra. Sokan inkább a boltban veszik meg a sört, mert így kevesebbet kell érte fizetni. A nagyvárosokban valamivel jobb a helyzet, főleg a turizmus újraindulása óta. Ám még a prágai vendéglátóhelyek is megérzik a száguldó infláció hatását. Csehországban májusban 16% volt az éves pénzromlás, ilyen legutóbb 1993-ban Csehszlovákia kettéválásának évében fordult elő. A Cseh Állami Rádió által megrendelt felmérés szerint az áremelkedés elsősorban az időseket és az egyedülállókat sújtja, akik közül egyre többek kénytelenek, csak nem teljes havi bevételüket élelmiszerre és közüzemi számlákra költeni. Káosz van Európa repülőterein, mindennapossá váltak a késések, járatkimaradások vagy járattörlések. A helyzet most a nyári hónapokban csúcsosodott ki, amikor rengetegen indultak el nyaralni. A gondot az okozza, hogy a járvány időszakában a reptereken elbocsátották az ott dolgozókat, és azóta csak lassan tudnak ismét munkavállalókat találni. Ráadásul sok légitársaság, főleg a fapadosok épp a dolgozók fizetésén spórolva oldaná meg a kialakult helyzetet. Egyszerre vannak tehát sztrájkok és munkaerőhiány a nagy repülőtereken, aminek az utasok látják a kárát. Sorbanállás, csomagkeresés, járatkimaradások. Elkezdődött a nyári utazási szezon, de sok utazó nem várt gondokkal szembesül a repülőtereken. Két évig sehová sem mehettünk a járvány miatt. Ez a fennakadás most tényleg rosszkor jön, mondja egy férfi, aki a Marseille-i repülőtéren tudta meg, hogy valószínűleg sehová sem utazik, mert törölték a járatát. Franciaországban több napja sztrájkolnak a reptéri munkások az alacsony bérek és a túl sok munka miatt. A munkabeszüntetés szinte minden járatot érint, ami Párizsba megy vagy onnan érkezik. Késnek, kimaradnak vagy egyszerűen törlik őket. Spanyolországban két fapados légitársaság, az EasyJet és a Ryanair dolgozói sztrájkolnak napok óta. Malagában az ország egyik legforgalmasabb repülőterén kígyóznak a sorok. Sokan már indulnának vissza a nyári vakációjukról, de egyelőre bizonytalan, hogyan jutnak haza. Dániába szeretnénk visszautazni, de hirtelen törölték a járatunkat. Kértük, adják vissza a pénzünket, vagy adjanak egy új időpontot, de azt válaszolták, hogy nem tehetnek semmit. Panaszolt egy utas, hozzátéve teljesen magukra hagyták őket a légitársaságok. Napok óta tartanak, és még a hétvégén is lesznek sztrájkok a repülőtereken Spanyolországban, Belgiumban, Portugáliában és Olaszországban is. A repterek dolgozói tömörítő szakszervezetek szerint a fapados társaságok nem tartják be az adott országok minimálbérre vonatkozó törvényeit, és rendkívül rossz körülmények között dolgoztatják a munkavállalókat. A sztrájkok a lehető legrosszabbkor történnek, a mediterrán országokban ugyanis teljes gőzzel beindult a nyári utazási szezon. De káosz van Frankfurtban, Londonban és Amsterdamban is. Bokor Péter utazási szakértő az M1-en azt mondta, a mostani helyzetet az okozza, hogy a járvány alatt lecsökkent a repülőtereken a személyzeti állomány. Hiány van szinte mindenből, de leginkább pilótából, utaskísérőből és utasbiztonsági ellenőrből. Budapesten talán kissé kevésbé probléma, de a külföldi reptereken az utasbiztonsági személyzet hiánya az nagyon nagy sorokat okoz, azon, hogy bejusson az ember egyáltalán a repülőtérre. Ezzel az is a probléma, hogyha emiatt kési le az utazó a járatát, akkor a légitársaság emiatt nem felelős, és igazában véve az utasnak kell megoldani a problémát. Eközben az amszterdami Schiphol repülőtéren bejelentették, júliustól csökkentik a járatok számát, mert annyi utast, mint ahányan most repülni szeretnének, a személyzet már nem tud kezelni. Finnországban jelenleg hetente mintegy 10 000 új koronavírusos fertőzöttet regisztrálnak. Az újabb és újabb vírusvariánsok miatt pedig a finnek által fejlesztett koronavírus ellenes orszpré forgalomba hozatalát is elhalasztották, mert a kutatások szerint jelen pillanatban csak a BA1-es variáns ellen hatásos. További részletek Cser Attilától.
a finnek ennek ellenére nem mondtak le erről az orrspiréről, hiszen nagyon sokan szeretnének ténylegesen megszabadulni az újabb és újabb oltásoktól. Eközben pedig az egészségügyi hatóság azt jelezte, hogy Finnországban azért van majdnem 30 ezer olyan ember, akinek az ötödik oltást is fel kellene venni, mivel valamilyen szempontból a kritikus veszélyeztetett csoportba tartoznak. Németországban mintegy 10-15 ezerrel több fertőzöttet regisztrálnak naponta, mint az előző héten. Vizsgálták a különböző korlátozó intézkedések hatékonyságát is. A tanulmány szerint az úgynevezett 2G szabály a leghatékonyabb, amikor csak az oltottak és a gyógyultak használhatnak bizonyos helyiségeket. Ez alapján kell majd dönteni a német kormánynak az őszi intézkedésekről. Noll Katalin, Berlin. Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter a ZDFN beszélt arról, hogy kemény őszre számíthat Németország, viszont a lakosság körében végeztek közvéleménykutatást, ez az Augsburger Allgemeinében jelent meg, és a lakosság megosztott abban a tekintetben, hogy szeretnének-e korlátozó intézkedéseket. A megkérdezettek 49%-a támogatna korlátozásokat, és csak nem ugyanennyien, tehát a megkérdezettek 43%-a mondta azt, hogy nem szeretne korlátozó intézkedéseket Németországban. Spanyolországban az egészségügyi miniszter ismét maszkviselést javasolt a zsúfoltabb helyeken, de egyelőre nincs napirenden, hogy országosan visszahoznának bármilyen járványügyi korlátozást. Az országban több mint 130 ezer új esetet regisztráltak egy hét alatt. Fehér Krisztina jelentkezett Madridból. A kórházban kezeltek száma növekszik. Egy hét alatt 2000-rel lett több COVID-beteg az egészségügyi intézményekben, és összesen több mint 10 000-en szorulnak ellátásra. Egy részük egyébként más betegség miatt került kórházba, ahol a tesztek igazolták a koronavírus fertőzést is. És az új esetekért továbbra is a koronavírus Omikron nevű variánsának legújabb változatai a felelősek. Ezek horror díjak, erre szokták azt mondani, hogy ez már sarcolás, így reagált Tarlós István arra, hogy Karácsony Gergelyék szeptembertől drasztikusan megemelik a budapesti parkolási díjakat. A volt főpolgármester szerint ez nem fogja megoldani a parkolási problémát. Szakértők szerint mára egyértelműen látszik, hogy a baloldali szavazók is elégedetlenek Karácsony Gergely munkájával. Szeptembertől drasztikusan drágul a parkolás Budapesten. A baloldali többségű fővárosi közgyűlés ugyanis megszavazta Karácsony Gergely előterjesztését a budapesti parkolási rendszer átalakításáról. Eszerint 4 zónára osztják a fővárost, a legtöbb helyen pedig a mostaninál jóval magasabb áron várakozhatnak majd az autósok. A belvárost is magában foglaló A zónában például egységesen 600 forint lesz egy óra parkolás. Vannak olyan területek, például Józsefváros egy része, ahol jelenleg 265 forint az óradíj, azonban szeptembertől ott is 600 forint lesz. De az autósoknak nem csak a díjemelés fájhat. A módosítás több helyen kitolja a fizetős időszak végét, lesz, ahol este 10-ig kell majd fizetni. A döntést követően Gyurcsány Ferenc pártársa, Niedermüller Péter arról beszélt a híradónak, ha az emberek jobban keresnek, akkor fizessenek is többet. Folyamatosan azt hallom mindenütt, hogy egyre jobban és jobban működik a gazdaság, egyre jobban és jobban élnek az emberek, tehát akkor ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy a kicsit magasabb parkolási díjat is meg tudják fizetni. A DK-s politikussal ellentétben Budapest korábbi főpolgármesterének nem nyerte el a tetszését a parkolási díjak emelése. Ezek horror díjak, erre szokták azt mondani, hogy ez már sarcolás. Tarlós István a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak drágul a fővárosi parkolás, hanem jóval több környék válik fizetőssé szeptembertől. Hozzátette, ez az intézkedés nem fogja megoldani a parkolási problémákat. Nem tudom, hogy milyen megfontolások alapján jelölték ki a zónákat. Egyébként 2019 őszén még 9 kerületben a 23 közül egyáltalán nem volt fizetős parkolás. Én megértem, hogy kevés a parkolóhely. Én is tudok róla, hát nem tudom, fizetős P plusz R parkoló 19 óta nem tudok róla, hogy épült volna egyetlen egy is. A baloldali politikusok nem csak a megemelt parkolási díjakkal sarcolnák meg az autósokat, újra terítéken van a dugódíj bevezetése is. Igenis, érvényesíteni kell az adózásban a fizessenek a szennyezők elvek, márpedig aki autót használ, az szennyez, az fizessen.
Az LMP társelnöke az országgyűlés keddi ülésén beszélt arról, hogy Budapesten és a vidéki városokban is bevezetnék a dugódíjat az autósok kiszorítása érdekében. A túlzott autós használatot vissza kell szorítani, ezért be kell vezetni a dugódíjat Budapesten, és átgondolandó ugyanez a nagyvárosokban, azonnal már holnaptól be kell azt vezetni. A megemelt parkolási díj és a dugódíj esetleges bevezetése is tökéletesen illeszkedik a baloldal megszorító politikájába. Erről a 21. század intézet vezető elemzője beszélt az M1-en. Deák Dániel hozzátette, többek között a forgalmi dugókra hivatkozva vezetnék be a dugódíjat, holott ezek többségét Karácsony Gergelyék intézkedései idézték elő. Mesterségesen előállítanak egy helyzetet, mesterségesen növelik a dugót, erre hivatkozva akarják majd megsarcolni rengeteg pénzzel a budapestieket. Tehát ez a napnál is világosabb. A főpolgármesternek a helyettese egy televízió műsorban nem is olyan régen beszélt arról, hogy igenis akarnak dugódíjat bevezetni, de hát azért Karácsony Gergelytől sem állnak messze az ilyen típusú elképzelések. Deák Dániel hozzátette, a legutóbbi időközi választás eredményéből egyértelműen kiderül, hogy már nem csak a fideszes választók nem kedvelik Karácsony Gergelyt Budapesten, a baloldali választók is elégedetlenek a főpolgármester munkájával. Átadták a felújított kenderesi református templomot és parókiát. Az elmúlt években a 430 millió forintos állami támogatásból megújult tető, szigetelték az épületet, rendbetették a vízelvezetést és megszépült a templom parkja is. Az átadáson Gulyás Gergely miniszter hangsúlyozta, a kereszténység erősítésére most különösen nagy szükség van. Nem csak a hitet akarják zárójelbe tenni, de vele mindazt, amelyre Európa egykor felépült. Ha meg akarunk maradni, hogyha közösségként és nemzetként túl akarjuk élni az előttünk álló időket, hogyha gyarapodó országot akarunk építeni, meg kell őriznünk a templomainkat és az azokat benépesítő közösségeket. Mától indul a hajózási főidény a Balatonon, 17 kikötőben felújított hajókkal megújult és kibővült menetrenddel várják a kirándulni vágyókat. A Balatoni Hajózási ZRT 12 útvonalon indít menetrend szerinti hajókat. Idén közvetlen járatok indulnak Siófokról, Tihanyba, Balatonföldvárról pedig már nem csak Tihanyig, hanem Balatonfüredig közlekednek a hajók. Ezen kívül séta és nosztalgia hajók, valamint buli hajókat is indít a társaság. Ezekben a percekben kezdődött el az Iváni Vágta, Nemzeti Vágta előfutama, amely után kiderül, mely települések mérkőzhetnek meg egymással a budapesti döntőben. Ott van a helyszínen Ciráki Viktória. Szervusz, Viki! Milyen kísérőprogramok lesznek még? Szervusz, köszöntöm a nézőket! A kővágőrsi Rozsanna Júlia és Csillagfény nevű lova már biztosan ott lesz a döntőben a Hősök terén, a Nemzeti Vágtának a döntőjén, hiszen az első előfutam győzelmével ő most már kvalifikáltatta magát a döntőbe. Folyamatosan mennek egyébként az előfutamok, most éppen még a kishuszárok vágtája látható itt a képen éppen, de egy órakor a felnőtt lovasok futamai veszik kezdetüket. 14 felnőtt lovas és 12 gyereklovas indul az Iváni Vágta előfutamon. Ez azt jelenti, hogy innen 4 felnőtt és 2 gyereklovas fog majd tovább jutni a Hősök terei október elején megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta döntőbe. Egyébként egész nap lovas bemutatókkal és zenés rendezvényekkel várnak ide mindenkit, minden érdeklődőt, a lóbarátokat és azokat is, akik csak nézelődni szeretnének. Lesz tombola is, a fődíj pedig egyébként egy csikó lesz majd ezen a tombolán, amit majd a délutáni órákban fognak kihúzni. Hajtó Péter a polgármestertől időközben azt is megtudtuk, hogy a tavalyi rendezvényre olyan 5-6 ezer embert vártak, és ennyien érkeztek. Arra számítanak egyébként, hogy a délutáni órákra valószínűleg idén is majd jönnek ennyien az Iváni Vágta előfutamára, úgyhogy egész nap tartanak itt a futamok egyébként. Most rövidesen tehát a felnőtt futamok veszik kezdetüket, és este 6 órakor lesznek majd a döntő futamok itt az Iváni előfutamon. Viktória, köszönjük szépen! A kánikula és az extrém szárazság miatt mától az ország teljes területén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A Nébih azt javasolta, hogy a tilalommal nem érintett bolt belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos vagy gázgrillt használjanak.
Több száz turistát evakuáltak a spanyolországi Costa Bravában. Az üdülővezet környékén tomboló erdőtűz ugyanis megközelítette a szállodákat. A spanyol hatóságok elővigyázatosságból biztonságos helyre szállították a brit, német, francia, holland és olasz vendégeket. A tűzoltók már pénteken speciális repülőkkel oltották a lángokat. A fürdőzők azt is láthatták, amint a gép repülés közben megtölti tartályait a part közelében. A nyaralók valószínűleg ma már visszatérhetnek a szállodákba. Ez volt a Híradó délben, már is a Nemzeti Sporthíradó. Bénémet Péter várja Önöket.